Újra ősz, újra parlamenti ülésszak, és újra Facebook. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Mint láthatták, a Magyarországgyűlés megkezdte őszi munkáját. Az első nap vitáiból is láthatták, hogy éles, izgalmas és fontos vitákra, döntésekre kerül majd sor itt a parlament épületében. Azt is láthatták, kiolvashatták ezekből a vitákból, hogy Magyarországban nagyon fontos időszakot él meg. Olyan időszakot, amikor minden korábbinál fontosabb, hogy kiálljunk egymásért, egymás mellett, és kiálljunk Magyarországért. Azt is láthatták az elmúlt napokban, illetve hallhatták a nyár során, és saját bőrükön is tapasztalhatták már, hogy Európa, az európai gazdaság újabb válság elé néz. Az első euróválság hullámok már el is érték Magyarországot, mint az árfolyamokból ezt mindannyian kiolvashatjuk. És lesznek még újabbak, mert a válság újabb és újabb hullámai nem állnak meg Magyarország határainál. Ugyanakkor a magyar családok az újabb válság nélkül is nehéz helyzetben vannak már. Tudom, hogy a gyereket be kell iskoláztatni, az iskolaszereket meg kell vásárolni, a rezsit ki kell fizetni, a törlesztő részlettel pedig nem lehet elmaradni. Bizony nagyon sok magyar család feje fölött veszélybe került a fedél. Sok százezren, mintegy egymilliónyian vannak Magyarországon, akik devizahiteleket vettek föl, illetve hiteleket vettek föl, ami mögé a lakásukat tolták be, ajánlották föl fedezetként. Ők most nagyon nehéz helyzetben vannak. Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén. A magyar ember számára a lakás, a saját otthon, a család biztos fészke a legfontosabb dolog. Ezért is vagyunk mi magyarok hajlandóak arra, hogy többet dolgozzunk, ha kell, megfeszüljünk ezért, mint bármi másért. Önálló otthon, saját lakás, szabad élet. Ez csak együtt lehetséges. Ezért segítséget kell nyújtanunk a devizahiteleseknek. A döntéseinkről nyilván önök már tájékozódtak az elmúlt napok híradásaiból. Újabb és újabb lépéseket teszünk annak érdekében, hogy mindenki talpra tudjon állni, talpon tudjon maradni, és senki se veszítse el a fedelet a saját maga és családja feje fölül. Izgalmas, nehéz időszak áll előttünk. Kérem önöket, kövessék ezeket a vitákat, segítsenek bennünket, segítsenek engem abban, hogy ezeket a vitákat sikerrel vívhassuk meg, és Magyarország 2011 őszén megújulhasson, és a válságból ne gyengébben, hanem erősebben kerülhessen ki, mint ahogy oda besodródott. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!